Még a tanfolyam elején szó volt a koordinátorrendszerekről. Ott említettem, hogy kétféle koordinátorrendszer van alapvetően az AutoCAD világában. Van maga a nagybetűs világkoordinátorrendszer, a VKR. Egyébként ezt mindig szépen mutatta itt, a ViewCube alatt látható VKR felirat, hogy ez volt az aktív. Valamint van a felhasználói koordinátorrendszer, amelynek az ikonja pedig mindig itt a bal alsó sarokban volt látható, amely mutatta a felhasználói koordinátorrendszer origóját és a tengelyeknek az irányát a rajzolás közben. Amikor egy új rajzot nyitunk az AutoCAD-ben, akkor a felhasználói koordinátorrendszer egybeesik a világkoordinátorrendszerrel. De nagyon sokszor, amikor szerkesztünk, kényelmes lenne a munka, ha egy olyan felhasználói, vagy most, hogy világosabb legyen, egyéni koordinátorrendszert tudjunk definiálni, amelyben sokkal praktikusabban tudunk megadni geometriai értékeket, elforgatási irányokat. Egy rövid példába megpróbálom érzékeltetni, hogy mi is a felhasználói koordinátorrendszer. Ehhez hozzunk létre egy új fóliát, legyen a neve az, hogy kontúr, ahogy megszoktuk, színe zöld, oké, aktív, rajzolunk egy tetszőleges méretű téglalapot a modelltér közepébe. Ha most a vonalparancsot kiadom, és azt mondom, hogy a vonal kezdőpontja nulla vesző nullába legyen, akkor lehet látni, hogy az origóban van a vonalunk első pontja, és ha valahova klikkelek a modelltérre, akkor megadhatom a második pontját az egyenesünknek. De mi van akkor, ha én azt szeretném, hogy a téglalapomnak a bal alsó sarokpontja legyen a vonatkoztatási rendszerünknek az origója? Ezt a következő képpel lehet megtenni. Klikkeljünk rá erre az ikonra itt, ugye a felhasználói koordinátorrendszer ikonra. Megjelenik rajta három fogó, a négyzetbe klikkeljünk bele, majd adjuk meg neki az új pozíciót, mondjuk a tárgyalasztás segítségével, és már is egy új, saját, vagyis szebben kifejezve felhasználói koordinátorrendszert hoztunk létre, amelynek az origója a tégla lap bal alsó sarka, az X és Y tengelyek pedig egybeesnek a téglalap oldalaival. Ezt képpel le lehet venni a kijelölést. Figyeljük meg azt is, hogy a ViewCube alatt most már nem VKR, hanem névtelen felhasználói koordinátorrendszer van kiírva, ebből ugye csak a névtelen látható, azaz ez az aktuális felhasználói koordinátorrendszer. Ez azért névtelen, mert nem adtunk neki nevet, nem neveztük el, ezt majd mindjárt meg fogjuk nézni. Ha most újra kiadom a vonalutasítást, és azt mondom, hogy az egyenes kezdőpontja az a 0-0-ba legyen, akkor már is láthatjuk, hogy valóban a téglalapunk bal alsó sarka lett a vonatkoztatási rendszer középpontja. Igazándiból ez a lényege a felhasználói koordinátorrendszernek. Hogyan tudom visszaállítani az eredeti állapotába? Rámegyek erre az ikonra, jobb klik, és itt van a világ elnevezésű menüpont, ha erre ráklikkelünk, visszakerül a felhasználói koordinátorrendszer az eredeti helyére, tehát egybeesik a világ koordinátorrendszerrel, és ha most beírom azt, hogy vonal, vesző 0-0, akkor már itt látható, hogy a régi, azaz az eredeti pontból indul ki az egyenesünk. Ez a lényege a felhasználói koordinátorrendszernek, de nézzük még meg azt, hogy mit lehet tenni akkor, hogy ha ráklikkelünk ezekre a kör alakú fogókra, itt a különféle tengelyek menti elforgatását adhatjuk meg a felhasználói koordinátorrendszernek. Én most egy ilyen irányba elforgatom a felhasználói koordinátorrendszert. Jó, most kapcsoljuk be F8-szal az ortót, és húzzunk egy egyenest. És bizony,
a felhasználói koordinátorrendszer tengelyeivel párhuzamos egyeneseket tudunk csak húzni, amelyek egymásra merőlegesek. Tehát most ez a normális koordinátorrendszer, amit itt látunk, ebben értelmezi a elforgatásokat a rendszer, azaz itt igazándiból nulla elforgatási szög van, de mivel van a felhasználói koordinátorrendszerünknek egy delta elforgatási szöge, ezért azt még figyelembe veszi a rendszer, és ezért vannak ugye ezek az egyenes vonalak elforgatva a képernyőn. Ha most itt kiválasztom a VKL-t, és újra belemegyek a vonalhúzásba, akkor már ugye a megszokott módon jelennek meg az egymásra merőleges egyenesek. Igazándiból, ha egy picit visszaemlékszünk a koordináta geometria tanulmányainkra, akkor azért át lehet látni azt a matematikát, ami emögött van, nem túl bonyolult, de ha ezt készségszinten tudjuk használni, akkor nagyon sokat tudunk segíteni magunkon. Például nézzünk meg egy olyan feladatot, amikor szövegeket szeretnék elhelyezni, mondjuk 45 vagy 50 fokos elforgatási szög mentén a modellterünkbe. Ehhez létrehozok egy új rajzot, ebbe egy új fóliát hozok létre, hogy szöveg, színe az legyen az, hogy sárga, nagyon jó, DS, egyszerű szöveg, megadjuk a kezdőpontot, magasság 2,5, oké, okay. Elforgatási szög 0, elforgatási szög 0, ezt elfogadjuk, most jön ugye maga a felirat, kicsit előre szaladtam, AutoCAD tanfolyam, jó, készen vagyunk, hát a nullásra hoztam létre, de ezt mindjárt elteszem a szövegre, itt van egy szövegünk, ez az egyik rajzunk, most átmegyünk a másik rajzunkba, a Ctrl tabban lehet egyébként a rajzok között váltani. Itt van a kontúrfóliánk, ide létrehozom megint a téglalapot, tehát ez egy másik fájl, a Ctrl tabba tudok átmenni a szövegfeliratot tartalmazó fájlba. Ha megfogom most, Ctrl C-vel a vágólapra teszem, és Ctrl tabbal átjövök, akkor beilleszthetném ide a szöveget. De én most nem ezt fogom tenni, egy picit előtte még átméretezem, és inkább rajzolok, mert az gyorsabb, egy kisebb téglalapot, át fogom helyezni a koordinátorrendszert, mondjuk ide, és el is fogom forgatni mondjuk 45 fokkal, így mi, most Ctrl tabbal a szöveghez jövök, vágólapra teszem, Ctrl tabbal visszajövök, és lássunk csodát, nem vízszintesen tudom beilleszteni, hanem 45 fokkal elforgatva a rajzelemeket. Tehát, hogyha sok ilyen forgatási feladatom lenne, akkor célszerűbb a felhasználói koordinátorrendszert elforgatni és beilleszteni, hiszen ez a szöveg alapvetően vízszintes, nulla elforgatással van megszerkesztve. De itt, mivel a felhasználói koordinátorrendszert elforgattam, már 45 fokkal el vannak tolva. És miután ezt a feladatot elvégeztük, akkor idejövünk, jobb klik, visszaállunk a világkoordinátorrendszerre, de már a rajzelemek szépen ezzel az elforgatással szerepelnek a modelltérbe. Ez egy nagyon egyszerű példa, nagyon sok feladatnál, hogyha ezt ügyesen megválasztjuk ezt a rendszert, sokat tudunk magunkon segíteni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy most már két fóriánk van, hiszen a szöveg rajzelem áthozta a szöveg feliratú sárga színű fóriát a másik rajzunkból. Ezen azért figyeljünk oda, hogyha össze-vissza másolunk majd rajzelemeket a sajátunkba. És utoljára még nézzük meg, hogy hogyan lehet egy felhasználói koordinátorrendszert elnevezni, hogy ne kelljen mindig beállítani. Tehát itt van a felhasználói koordinátorrendszer, elnevezett FKL mentés, kéri tőlünk a nevét, legyen az, hogy saját, ugye ez nagyon kreatív, készen is vagyunk, itt már látható, hogy a saját, visszamegyünk a VKL-be, hopsz, megint szükségünk lenne rá, saját, itt vagyunk, tehát nagyon gyorsan lehet váltani a különféle felhasználói koordinátorrendszerek között.
nem létfontosságú az elején ennek az ismerete, de hosszabb távon mindenképpen célszerű megtanulni, mert 3D-be enélkül nagyon-nagyon nehezen lehet csak bizonyos dolgokat kiszerkeszteni, pedig ha ezt ismerjük, akkor minden nagyon-nagyon le tud egyszerűsödni, hiszen egy jól felvett vonatkoztatási rendszer önmagába képes leegyszerűsíteni a problémát.